kedves barátaimmal imás közben ők kitalálták, hogy ennek a jelentése az egyébként az, hogy buzi vagyok. Sziasztok! Ő az én autóm, egy 1999-es Volvo C70, ő 2 liter turbóbenzin 5 henger, a legkisebb motorral van, legkisebb felszereltséggel, igazából tényleg semmi extra nem is volt benne, amit lehet kérni. Történt egy kisebb módosítás, a 226 lovas verziónak megkapta a turbóját, illetve az injektorait, össze lett írva, és így tudott összesen 220 lóerőt és 300 Nm-t. Le is lett padolva meg minden? Igen, ez le lett padolva, mint az importtuningnál padoltak le. Az autó egyébként a szemigarázsnál készült. Szerelőbarátaim, a program az pedig a BGB Volvo garázsban készült tárnokon. Mielőtt tovább mennék a videóba, srácok, engedjétek meg nekem, hogy lekérdezzem István által kommentelt autót, aminek a rendszáma MXE 951 volt, és azt írja, hogy a külföldi előéletéről annyit tud, hogy törve volt, de egyébként semmi mást. Itt is van az autó, illetve a lekérdezési eredmény, egy Mazda 6-osról van szó, amit valóban elvileg összetörtek a múltban, viszont semmi más problémája nincs elvileg. Ugye itt láthatunk egy kis mesét a kocsiról, ugye a képeket, 182 kép van az autóról, és egyébként itt van a sérülés. Annyit tudtál eddig István, hogy törve volt, hát most már látod, hogy igazából az ajtó, sárvédő, itt az, tulajdonképpen az egész jobb oldala törve volt, ez szintén egyébként az ügyfélkapun nem látszik. Aztán láttam, nincsen baj, lopás nem volt, kilométer-óra állás az teljesen szépen van vezetve. Itt pedig részletesebben láthatjuk magát a sérülést, 395 ezeret fizetett ki a biztosítóra, és látható, hogy igazából az oldala volt sérült, ugye az alapműszaki adatok, és a végén pedig az idővonalat láthatjuk. Hogyha ti is le szeretnétek kérdeztetni egy autót teljesen ingyen, akkor kommenteljétek az alvásszámát, én pedig a következő videóban kiválasztok egyet, és lekérdezem, majd megosztom az eredményt veletek. Hogyha pedig nem szeretnétek várni, és gyorsan soron kívül szeretnétek lekérdezni egy-egy autót, akkor a Darkfly kuponkóddal 20% kedvezményt tudok adni minden egyes lekérdezésre, amit a leírásban található linken is tudtok aktiválni. 163 ló volt ő gyárilag, és 220 lett. Az autón nagyon is érezni, hogy emelkedett a teljesítmény. A gyári teljesítménye sem volt olyan rossz, de például autópályán, hogyha belassult a forgalom, és ötödikbe hagytam, akkor elkezdett erőlködni. Viszont így, hogy meg lett csinálva, így nem kell visszaváltani, van teljesítmény. Ugye turbónyomás is lett emelve. Teljesítményben még lehetne vele fentebb menni, hiszen a gyári labda van a turbón, ami ilyen 0-8 körül beszabályoz, de tudna még ezt fentebb is. De igazából nincs szükségem ennél az autónál, amit szeretném, mert motor nem egy strapa benne, többször lecsapágyasodott a gyári motorja, keresni kellett hozzá egy donor motort, abból lett átrakva a főtengely és a hajtókarok, illetve új csapágya. Így most egész jól szolgál, így már nagyjából egy olyan 6-7 ezer kilométert mentem el autón, még a gyári fékek vannak. Talán azt lehetne még nagyobbra cserélni, az még talán meg fog történni, de egyébként más módosítást nem nagyon tervezek az autóban. Belső is ez a legkisebb felszereltség. Fabetétes volt egyébként a műszerfal, meg a kesztyűtartónak a burkolata, de ezzel lett fóliázva. Félbűrülések vannak benne, simán kézzel állítható. A könyöklő a gyári felszereltségben, abban pohártartó sem volt, azt utólag vettem hozzá. Gyári fejegység van még kivéve, így egy utólagos fejegység van benne, meg egy mélyláda hátul, meg ugye kapott még egy fóliát az autó, Skyfall fóliát. Az autón 18-as Fox FX04-es felnik vannak, ez elég jó áron jutottam hozzá, vali új Uniroyal gumikkal, úgyhogy így egész jól tapad. Télire 16-os gyári alufelni van azzal, kb. Harmadikban is kapar az autó, így viszont nagyon jól betapad. Akkor te is jókat tudsz erről a gumiról elmondani? Megkérdeztem több ismerősömet, illetve gumist is, három gumi közül hoztam választást, mindenki az Uniroyalt mondta. Árba ugyanott volt a gumik, úgyhogy. Sajnos volt az autón egy kisebb kockanásom, ez meg is látszik a motorházszatűn, illetve a lökhárítón, de maradt a gyári jelen fenn, mert annyira azért nem sérült. A fényezésre látszik, hogy ezt mi fújtuk. Most így nem mondtam volna meg. Látni szétletett rajta a lak, stb. Igazából ennyi, meg egy kicsit el is áll, ugye félre a másik oldalt látni. Kicsit figyelmetlen voltam, belefoccantam egy autóba. Motortérben
semmi egyszer változás. Kapott egy nagy szimot a légszűrőt, hogy tudjon lélegezni, illetve hát nem nagyon látszik, de ugye a gyári fehér injektorok helyett a kék színű injektor van bent, turbo, az pedig a gyári talpon, a TD04LH turbo van rajta, csak ez már a 16T talán, ha jól mondom, ez 2-3T5-ről van lebontva, kapott egy új középrészt. Itt van szépen hely, meg turbo is tök jól látszik amúgy. Az előző gazdájának, a szerelőmnek volt terve, hogy ő GT28-at rátesz rajta, is volt egyébként, de megunta az autót, igazából továbbadta. Azzal a turbóval is ugye persze azonnal lecsapágyasodott. Nem egyszerű hozzá találni alkatrész a motorjához, főleg a 2-3-as, mert mindenki elkapkodja. Ez a 2 literes is, ez úgy van, hogy S80-ból találtam hozzá a motor, de az nem pont ugyanez, mint ennek a gyári motorja. Gyárilag izé, nem volt? Vagy... Van neki ugye egy ilyen hangszigetelő burkolat, de hát az már nincs rajta. Nek se volt, amikor ide került. És akkor le se fújták. Hát azért, mint már ment a spórolás. Még mondják, hogy ezek talán a legerősebb, vagy ment a konstrukcióra, hogy erős autók, de igazából amikor a koccanás is volt, azért jól látszódott, hogy hogy össze tud gyűrődni az egész autó. Full ki kellett cserélni a zárhidat, ugye műanyag zárhidas, meg összehajlott a lökhárító tartó, a gerenda vége, nagyjából helyre tudtuk hozni. Ugye a lámpamosó is volt benne, de hát az összetört, aztán vissza se raktuk, mert amúgy különösebben nem érdekelt. De megvan és működne amúgy? Hát az egyik az rommá tört, a másik az persze megvan és működik. Ugye ez a C70-nek a lökhárítója, de az S70-nek egy kicsit szögletesebb a lökhárítója, az jobban is tetszik, az lehet, hogy egyszer rá fog kerülni, de az se biztos. Mennyi a gyári gyorsulása a 163 lovasnak? 163 lovasnak automata váltóval 96, kézi váltóval 93 a leírások szerint. És a másiknak? A 226 lovas verziónak 7,5 a kézi váltós, és megnéztem a 240 lovas T5-nek, annak pedig 6,9 a gyorsulása. Na és akkor ennek fényében mit vársz? Hát a 7,5 az jó lenne, de nem tudom, hogy az sikerül-e, mert vannak váltóban eltérések a egy-két típushoz képest. Azok ki tudják kettőben pont menni a 100-at, ez viszont nem ilyen 95 a vége kettőben. Rakni kell egy harmadikat. És hát azt tudni kell, hogy ezek a gyári Volvo váltók amúgy nagyon pontatlanok, tehát tök könnyű mellé szúrni, főleg hármast. Meg szeret recsegni is kettőre, stb. Úgyhogy meglátjuk. Tapadással nem lesz gond. Látom, van itt Volvos illatosító, úgyhogy ezt most már lecserélheted egy Darkfly-os egyedi Marco Martellis illatosítóra. Köszönöm. Ez mindenkinek jár, aki elhozza bemutatni az autóját, úgyhogy srácok, itt jelezném meg, hogy lehet jelentkezni. Van még egy pár matrica az autón, de a legfontosabb ez itt a hátulján található. Egy Turbo King matrica. Kedves barátaimmal imás közben ők kitalálták, hogy ennek a jelentése az egyébként az, hogy buzi vagyok. Ok. Meg persze van még itt egy szponzorációs, egy szemigarázsos matrica, illetve résopos is van. Akkor mindjárt adok egy Darkfly-osat is, hogy az is legyen. Az a baj, néha, hogy 3000-ről indulok, akkor nagyon elpörök. Aha. Ha meg 2000-ről, akkor meg pont betorpan. Igen, ezért kettő közt kell. Eddig mit sikerült? Nem tudom, nem néztem. 7.85. Nagyon jó. 7.85, itt az utolsó meg 8.03 volt visszafele. 7.85 az van nagyon jó. Az jó, az jó. Még egy negyed mérs fel. Na, most úgy tűnt meg lett. Meg volt, mert a váltót már szét recsegtettem. 0-100 is volt, 776. Amúgy 774 az a legjobb. Tökéletes. És a negyed mérföld pedig 15-25, meg 15-27. Kicsit gyenge szerintem a 15. Kétszer is meglep.
0%-al elégedett vagyok, ez azért elég jól sikerült hozzá, amit vártunk tőle. Negyed, az nem. Az 13-4-et vártál volna. Igen, lentebb vártam volna, hát most igazából különösebben nem érdekel. Különösebben nem érdekel. Hazanéz, valami a turbó, gyorsan mit kell nem, a vidas életben nem, mert szét fog fullani megint a motor. Ez ennyit tud, kész. Jó. Akkor teszi. Én köszönöm. Hogyha szeretnétek bemutatni az autótokat, mert van valami egyedi építés a garázsba, egyszerűen csak leszeretnétek mérni a 0%-as gyorsulását, akkor nyugodtan írjatok Instagramon vagy e-mailen, és megbeszéljük. Na, szevasztok!